Sziasztok! A Suli TV adását látjátok. Köszönjük kedves nézőinket! Az anyák napi ünnepélyek meghittek és hangulatosak minden évben. Ezen a héten a felsősök köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. A 6. B-sekhez jött el a legtöbb nagymama, a 7. C-osztály pedig saját készítésű édességgel várta a vendégeket. Az iskolában szerdán városi természetismeret versenyen vettek részt tanulóink. 6 iskola, 1-4 fős csapata versenyzett. A Széchenyi Swingor Hanna, Galamb Viktor, Borsai Nikő és Vanyai Zoltán képviselte. Első helyezést értek el. Hány feladat volt? 11 feladat volt, írásos és írásbeli és egy szóbeli volt. Hányadikosak vettek részt? 2. és 2. volt egy csapatban. És körülbelül 6 csapat volt. Milyen írásbeli feladatokra emlékszel? Hát volt, amikor térképen kellett kirakni a kontinenseket, és volt, amikor ki kellett totózni, hogy melyik megállapítás milyen élőlényhez tartozik. Mi volt számodra a legkönnyebb? Számomra a szóbeli feladat volt a legkönnyebb, abban a maximum pontszámot is el tudtuk érni. Mi volt számomra a legnehezebb? Számomra azok voltak a legnehezebbek, amiket mi még nem tanultunk, hanem csak 6. fogunk. És azokat nem is tudtam megcsinálni. Mi volt a legérdekesebb feladat? Számomra az volt a legérdekesebb, mikor kontinenseket kellett felragaszgatni egy világ térképre. És milyen jutalmat kaptatok? Kaptunk egy Mimicsoda kísérletek könyvét és oklevelet. A Budapesti Rügyek és Gyökerek Egyesület által kiírt Miért szeretnél találkozni Jane Goodall-lal című rajz, fotó, esszé pályázaton Dénes Csita néni 4 tanítványa került be a saját korcsoportjában a 25 legjobb közé.
Csenki Eszter első osztályos, Kapitány Adrien harmadik osztályos, Nagy Máté Réka harmadik osztályos és Svingor Hanna ötödik osztályos tanulunk személyesen is találkozhat Jane Goodall-lal május 16-án Budapesten. Jane Goodall elsőként tanulmányozta a vadon élő csimpánzokat. Felfedezései megváltoztatták az állatvilágról alkotott véleményünket. Jane Goodallt munkásságáért ENSZ béke nagykövetté nevezték ki. Sárosi János, 8. B-osztályos tanulónk olimpiai kerettag lett. Vele beszélgettünk erről a rendkívüli hírről. Mikor értesültél arról, hogy kerettag lettél? Úgy egy héttel ezelőtt kaptam egy levelet a Magyar Olimpiai Bizottságról, és abban tudtam meg. Hogyan lesz valakiből kerettag? Hát az elmúlt 2 év magyar bajnokságokat, diákolimpiát, nemzetközi versenyeken elért teljesítményeket nézik, és így válogatják össze. Tudtál róla, hogy folyamatban van az ügy, vagy teljesen váratlanul ért ez a hír? Hát egyrészt tudtam, egyrészt nem. Edzőm már mondogatta, de nem nagyon hittem benne, és így egy héttel ezelőtt biztosra tudom, hogy kerettag lettem. Máshova jársz majd edzésekre? Máshova is, be fogok járni Pestre keretedzésre, válogatott edzésekre. Azt jelenti ez, hogy biztosan szörnyekre lépsz majd az olimpián? Szerintem 80%, mert lesz még egy kvalifikációs verseny, ahol az első 3-ba dobogos helyen kell végezni. Örömmel tölt el téged ez a tény, és feldob, vagy benned van egy kis trükk, hogy ekkora az elvárás? Örülök, és egészen máshogy veszem az edzéseket. Sokkal komolyabban többet edzek, és nagyon bízom benne, hogy kijutok. Melyik középiskola lehet rád büszke ezen túl? Hunfalvi János külkereskedelmi. Sok sikert kívánunk neked a továbbiakban, és köszönjük a riportot. Szerdán a Treff csarnokban játszottak 7.-8. osztályos kosarasaink. Sklenár Ákos, Steigerwald Ádám, Drobnyák András, Mayer Richard, Dubic Norbert, Neumann György és Máté Péter. 3 csapat indult a tornán. A miénk nyertek, a Marianum lett a második, a Radovics kosársulia a harmadik, a Széchenyi csapat legeredményesebb játékosa Sklenár Ákos volt. Tizennyolcadikán hétfőn tartjuk a Művelődési Házban a Mi Mit Tudunk gála műsort, amelyen iskolán kulturális életéből adunk ízelítőt. Lesznek versek, mesék, jelenetek, zene, tánc. A műsor 17:30 kezdődik. Szeretettel várjuk a szülőket, nagyszülőket. 19-én, kedden doboznapot tartunk. Ez volt a Suli TV mai adása. Sziasztok!